Ferenc pápa a római ukrán-görög katolikus bazilikában. A panamai ifjúsági világtalálkozó főbb témái. A bibliai Sámson története mozivásznon, itt a római riportokban. Az Olaszországban élő körülbelül 200 ezer főnyi ukrán kisebbség kétharmada 30 év alatti fiatal. Ferenc pápát ez a fiatalos lelkesedés fogadta. Ez a templom az ukrán-görög katolikusok központja. Ferenc pápa Ukrajna békéjéért imádkozott, majd szabadon bocsátott pár fehér galambot. Négy évvel ezelőtt az ország 7%-át Oroszország elfoglalta, és azóta legalább 2 millió ember kényszerült elhagynia otthonát. Ferenc pápa közösen mondta el az Üdvözlégy Máriát a jelenlévőkkel. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto. A bazilikában karácsonyi énekekkel fogadták a pápát, mert az ukrán egyházi liturgia szerint még abban az időszakban vannak. A pápa nagy szeretettel üdvözölte a betegeket, a köszöntő beszédet Szvjatoszláv Sevcsuk görög katolikus kijevi nagyérsek mondta. A bazilika kriptája emlékhely lett, amikor sokan nem tudtak hazájukba visszatérni a kommunista elnyomás miatt. Itt imádkoztak elhunyt családtagjaikért és a barátaikért. È un memoriale per non dimenticare le tante chiese distrutte nell'Unione Sovietica e i milioni di persone vittime della persecuzione nazista e comunista. Tra questi ricordiamo il beato martire Emiliano Kovcs, un sacerdote sposato, ucciso dai nazisti nel campo di concentramento di Majdanek, oggi in Polonia, per aver salvato numerose persone ebrei perseguitate nel periodo più oscuro della Shoah. Az ukrán-görög katolikus egyház nagyérseke elítélte a 4 éve tartó orosz inváziót, amikor lerohanták a Krímet. Hozzáfűzte, hogy a világ nem vett tudomást róla, annak ellenére sem, hogy ez a II. Világháború óta a legnagyobb humanitárius krízist okozta Európában. Beszédében Ferenc pápa az ukrán nép bátorságát emelte ki, különösen a nőkét, akik átadták a hitet gyermekeiknek. Dietro di ognuno di voi c'è una mamma, una nonna che ha trasmesso la fede. Le donne ucraine sono eroiche. Davvero, ringraziare il Signore. Sono qui per dirvi che vi sono vicino. Vicino col cuore, vicino con la preghiera, vicino quando celebro l'Eucaristia. Lì supplico il principe della pace perché tacciano le armi. Gli chiedo anche che non abbiate più bisogno di compiere in mani sacrifici per mantenere i vostri cari. A végén Ferenc pápa elárult egy titkot. Minden este lefekvés előtt egy olyan szűzanyagkép előtt imádkozik, amelyet Sevcsuk érsek adott neki Argentínában. Távozása előtt Ferenc pápa arra kérte még egyszer a jelenlévőket, hogy közösen imádkozzanak a szűzanyához, hogy járjon közben a békéért. A vasárnapi úrangyala imádság alatt Ferenc pápa megemlékezett a kabuli terrortámadások több száz áldozatáról. A térség békéjéért imádkozott a hívekkel. Pochi giorni fa, un altro grave attentato, sempre a Kabul, aveva seminato terrore e morte in un grande albergo. Fino a quando il popolo afghano dovrà sopportare questa disumana violenza?
Az elmúlt 30 napban számtalan támadás történt Afganisztánban, amelyek több mint 200 halálos áldozatot követeltek. Most egy hét alatt 3 támadást is indítottak tálibok. Az úrangyala végén a katolikus akció fiataljai csatlakoztak a pápához, hogy a békéért imádkozzanak. Az elmúlt években galambokat engedtek szabadon az ablakból, de most léggömböket választottak. Avete visto questi palloncini? Quando noi preghiamo male, quando noi portiamo una vita che non è la vita che Gesù vuole, le nostre preghiere non arrivano. E per questo deve venire un aiuto per farle andare su. Quando voi sentite che le vostre preghiere non salgono, cercate l'aiuto di qualcuno. A leprások világnapján a pápa szolidaritásáról biztosította a betegeket. Arról beszélt, hogy ez a betegség elsősorban a társadalom hátrányos helyzetben élő tagjait érinti leginkább. A szerdai általános kihallgatás előtt Ferenc pápa a jazidi közösség képviselőivel találkozott, akik Németországban találtak menedékre. A Szent Atya szolidaritásának adott hangot és arra szólította fel a világot, hogy tegyenek valamit a jazidi népszenvedése láttán. Il mio pensiero solidale e orante va alle vittime innocenti di insensata e disumana barbarie. È inaccettabile che esseri umani vengano perseguitati e uccisi a motivo della loro appartenenza religiosa. Ogni persona ha diritto di professare liberamente e senza costrizione il proprio credo religioso. La vostra storia ricca di spiritualità e cultura è stata purtroppo segnata da incivili violazioni dei diritti fondamentali della persona umana. A jazidik Irak egyik legrégebbi vallási kisebbsége, akiket mindig elnyomtak és üldöztetésük különösen felerősödött az iszlám állam és más extremista csoportok által. A gyilkolás mellett nagyon sok jazidit rabszolgaságra kényszerítettek, az elnyomás elől pedig nagyon sokan a menekülést választották. Mint minden évben, Ferenc pápa idén is együtt imádkozott az ortodox és anglikán, valamint a metodista és az episzkopális egyházak képviselőivel a keresztények egységéért. A találkozóra a falakon kívüli Szent Pál bazilikában került sor a keresztények egysége hetének lezárásaként. Az elején Ferenc pápa a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával és az anglikán egyház képviselőivel együtt imádkozott Pál apostol sírjánál, akit minden felekezet nagyon tisztel. Homiliájában a Szent Atya a keresztségről elmélkedett. Quando diciamo di riconoscere il battesimo dei cristiani di altre tradizioni, confessiamo che anch'essi hanno ricevuto il perdono del Signore e la sua grazia che opera in loro. E accogliamo il loro culto come espressione autentica di lode per quanto Dio compie. E anche quando le divergenze ci separano, riconosciamo di appartenere al popolo dei credenti, alla stessa famiglia dei fratelli e sorelle amati dall'unico Padre. Ferenc pápa arra kérte a keresztény felekezeteket, hogy emlékezzenek mindarra a jóra, amit Isten tett velük. Kitért azokra a protestáns, ortodox és katolikus vértanúkra, akik életüket adták Jézusért. Quanti fratelli oggi subiscono persecuzioni per il nome di Gesù. Quando il loro sangue viene versato, anche se appartengono a confessioni diverse, diventano insieme testimoni della fede, martiri, uniti nel vincolo della grazia battesimale. Ez nem szent mise volt, hanem ökumenikus liturgia, melynek zenéjét egy németországi luteránus kórus szolgáltatta, kifejezetten erre az alkalomra számva.
Szent Henrik tiszteletének az ünnepén a finn evangélikus egyház püspökei éves római zarándoklatukat tették Rómában, hogy ezzel is előmozdítsák a Szent Székkel folytatott ökumenikus párbeszédet. Egy dokumentumot adtak át a pápának. A dokumentum Finnországban készült az elmúlt 3 évben, és első ízben a múlt év végén lett publikálva. Most átadjuk a Szentatyának, és reméljük, hogy meghatározó lépés lesz az evangélikusok és katolikusok közt látható egység útján. A Finn Katolikus Párbeszéd Bizottsága 2017-ben hozta nyilvánosságra ezt a dokumentumot, amely a növekedés a kommunióban, nyilatkozat az egyházról, az eukarisztiáról és a szolgálatról címet kapta. A pápa beszédében emlékeztette a delegációt a tavalyi 500. éves közös évfordulóra. Questa commemorazione comune rimane una feconda opportunità per l'ecumenismo, perché ha segnato non un punto di arrivo, ma un punto di partenza nella ricerca ecumenica dell'unità piena e visibile tra di noi, sotto il triplice segno della gratitudine, del pentimento e della speranza. Tutti e tre indispensabili se vogliamo davvero risanare la nostra memoria. Bár a pápa szerepe és a nők pappá szentelése vita téma a két egyház között, Tapio Luoma a finn püspökök nevében kifejezte szándékukat a párbeszéd folytatására. As an ecumenical delegation and as representatives of churches of both West and East, we are grateful for the rich blessing Christian faith has bestowed on our northern land. A finn evangélikus egyházat 1800-ban alapították. Ma a 9 egyházmegyének közel 4 millió keresztény tagja van. Lehet, hogy a zöld kereszteket nem ismerik sokan, de ez a szervezet a Vörös Kereszt munkájához nagyon hasonló tevékenységet folytat. A buszállai zöld kereszt önkénteseket nem lehetett nem észrevenni a szerdai általános kihallgatáson. A fluoreszkáló narancssárga ruhájukat egy nagy fehér zászló kísérte, amelyre ezüst pelikánok voltak felrajzolva. Azt az önfeláldozást jelenti, ahogyan az anya mindenét odaadja a fiókáinak, még a testét is, ha szükséges. Buszállá egy kis város Génovától északra, kevesebb mint 6000 lakossal. A Zöld Kereszt 80 önkéntese ennek a közösségnek az egészségügyi szolgálatát látja el, elsősorban azzal, hogy sürgősségi szállítást vállal és orvosi vizitekre viszi a betegeket. A tagok munkaidőben más civil foglalkozásokat űznek, szabadidejükben dolgoznak másokért. Az önkéntesek kora 16 és 80 év között van. A szervezet több mint 100 éves, de csak most sikerült első ízben eljönni egy általános kihallgatásra, ahol a pápa áldásában is részesülnek. Egy kerámia tálat adtunk neki, amelyen az 1910-ben alakult szervezetünk első mentőkocsija látható. Igaz, hogy a járműparkjuk az idő folyamán fejlődött és növekedett, a Zöld Kereszt önkénteseinek a hozzáállása ugyanaz maradt. Kétnapos római tartózkodásuk után hamarosan visszatérnek Buszállá utcáira, hogy segítsék embertársaikat. Ferenc pápa találkozott a világ egyik legszegényebb országának, a Közép-afrikai Köztársaságnak az elnökével, Faustin Archange Touderával. A Szent Szék sajtóközleményben tette közzé, hogy értékeli a politikai és intézményi stabilitás érdekében tett pozitív erőfeszítéseket az országban. A Vatikán együttműködésre kérte a nemzet minden tagját és a nemzetközi közösséget is, hogy ezzel is előmozdítsák a békés együttélést és a nemzeti megbékélést. A közelmúltban a Közép-afrikai Köztársaságban mintegy 600 ezer embert kényszerítettek otthona elhagyására. A püspökök szerint az ország fegyveres csoportok kezében van, akik mindent lerombolnak, ami az útjukba kerül, kegyetlen kínzások és öldöklés kíséretében.
A mostani találkozó remélhetőleg segít a világ figyelmét erre az elfeledett területre irányítani Afrika szívében. Haiti miniszterelnöke Jovenel Moïse az apostoli palotában találkozott a Szentatyával. Megvitatták az ország legfontosabb szociális problémáit, különösen a szegénységgel kapcsolatosan. Haiti csak most kezd talpra állni a különböző természeti katasztrófák után. A szociális krízishez politikai krízis is társul. Jovenel Moïse-t másfél éves választási káoszt követően 2017. februárjában választották miniszterelnökké. Az elnök ezzel a festménnyel ajándékozta meg Ferenc pápát, aki három legfontosabb írása mellett egy plakettet adott az elnöknek, melyen a reményről szóló üzenet olvasható: a sivatag kertté változik. A tartózkodóan viselkedő 49 éves Jovenel Moïse politikai pályafutása előtt kereskedelmi területen dolgozott. A Kongói Demokratikus Köztársaság Afrika egyik hadszíntere. Egy kormányzás nélküli ország tipikus képét mutatja, korrupció és vallási csoportok, szekták és etnikumok közötti vég nélküli fegyveres konfliktusok. 4 millió kitelepített ember és 500 000 menekült más országokból. A helyzet tovább romlott azzal, hogy az egyetlen tekintéllyel rendelkező szereplőt, a katolikus egyházat, folyamatosan provokációk érik a kormány részéről. Nemrég a hadsereg olyan keresztényeket támadott meg, akik Joseph Kabila elnök ellen protestáltak. 6 meghaltak, több mint 100 embert letartóztattak, és legalább 10 papot és 2 apácát elraboltak a fegyveres erők. Az érintett keresztények dühe nagy erővel nehezedik a püspökre, aki fáradhatatlanul dolgozik a békéért, a kormány és az ellenzék között. Nous exigeons le départ de Joseph Kabila. Il ne peut pas massacrer le peuple comme ça. Nous sommes soutenus par la constitution. Il viole la constitution, il tue les manifestations. C'est pas normal. Nous exigeons son départ. Joseph Kabila elnök 2001-ben került hatalomra. 2016. novemberében járt volna le a mandátuma, azonban megszegte azt az ígéretét is, hogy 2017 végén választásokat tart. Potenciálisan ennek az évnek a végén tarthatják meg azt. Ferenc pápa figyelemmel követi a fejleményeket Rómából. 2016. szeptemberében találkozott Kabilával, és múlt novemberben az ország helyzetének fényében egynapos imára szólított fel. Ezt perui útja során is megtette. Todos juntos, en silencio, rezamos por esta intención, por nuestros hermanos de la República Democrática del Congo. Az ENSZ közel 16 ezer békefenntartót küldött az országba, de képtelen kezelni a helyzetet. Múlt decemberben egy támadás során 14-en haltak meg, és 40-en megsebesültek közülük. Már egy év sem kell, hogy Ferenc pápa újra repülőre szálljon és Latin-Amerikába utazzon, ezúttal a panamai ifjúsági világtalálkozóra. José Domingo Ulloa egyike az esemény főszervezőinek. Több ezer fiatal zarándokot várnak szerte a világból. Primero una jornada que hable en el lenguaje de los jóvenes. Mindenek előtt arra fókuszálunk, hogy a mai fiatalok nyelvén szóljon hozzájuk, és a találkozó központi témája Mária lesz, mint példakép. Lesz a találkozónak egy ökológiai szempontja is, mert azt szeretnénk, ha a pápa áldott légy környezetről szóló enciklikájának a témája is központi helyet foglalna el. Ugyanakkor szeretnénk azt is megmutatni, hogy a latin-amerikai egyháza mártírok egyháza is. És most az egyik legkiemelkedőbb személye a vértanú halált halt Romero Erce. Máximo exponente a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Az ifjúsági világtalálkozóra 2019. január 22-e és 27-e közt kerül sor. Por una feliz iniciativa de los jóvenes polacos. A lengyel ifjúságnak köszönhetően minden hónap 22-én
Imában egyesülve emlékezünk II. János Pál pápára, aki nagyon szerette a fiatalokat. És azt szeretnénk, ha ez a kezdeményezés elterjedne az egész világon. Február közepén megnyílik a lehetőség a találkozóra való bejelentkezéshez. Igaz, a program még nem végleges, de úgy tűnik, hogy Ferenc pápa január 24-től csatlakozik. Who is this God who gives you such strength? A bibliai Sámson ereje hamarosan látható lesz a mozikban világszerte. Egy új film, amely az ő nevét kapta, betekintést ad ennek a zavaros és bukott hősnek az életébe. Azok számára, akik ismerik a történetet, szenzációs lesz, mert itt jelenetről jelenetre megvalósulni látják eddigi elképzeléseiket. És akik nem ismerik, azok számára egy hihetetlenül gazdag és szép történet fog kibontakozni. A történet gazdag lesz akciókban, de a színészek reménykednek abban is, hogy azon túlmenően a történet mögött meghúzódó mély gondolatok is eljutnak a nézőkhöz. Nagyszerű történet a célról, az elhivatottságról, még akkor is, ha az a bűnnek a következménye. És hogy mi történik akkor, ha valaki visszautasítja azt a hivatást, amelyet ebben az életben kapott. A Sámson február 16-án kerül a mozikba. A mai időkben, mai eszközökkel jelenik meg a közönség előtt. Az Egyesült Királyság hivatásgondozásért felelős nemzeti irodája azt a célt tűzte ki, hogy okostelefonos alkalmazással szólítsa meg a mai fiatalokat, mintha Istennel beszélgetnének. Az Isten a vonalban elnevezésű alkalmazás szentírási szövegeket, napi imát, egyházi híreket és szentekről szóló információkat tartalmaz. Lehetőség van arra is, hogy a felhasználók saját gondolataikat elmentsék és megosszák. A cél, hogy a hitüket elmélyíthessék. Így, akik a telefonjukhoz nyúlnak, azoknak csak egy mozdulattá válik, hogy az Isten szavával találkozzanak. Következő adásunkban Ferenc pápa a megszentelt életvilágnapjára szóló üzenetét mutatjuk be itt, a Római Riportokban.